Az elmúlt másfél évtizedben rengeteget fejlődött a fülorgégész szakma. Hogy a különböző vezetéses vagy idegi halláscsökkenésben szenvedőknek milyen lehetőségeik vannak, és milyen műtéti eljárás javasolt, arról dr. Gerlinger Imre fülorgégész professzor beszél a nyitott egyetemben. Tartsanak velünk! Kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt hiszem, valamennyien egyetértenek velem, hogy az egyre súlyosbodó halláscsökkenés és a siketség az egyik legnagyobb csapás, ami az embert érheti. Nem tudom, hogy a hallgatóság soraiból kinek ismerős Helen Kellernek a neve. Ő egy amerikai hölgy volt, aki egészséges babaként született, de másfél éves korában egy nagyon súlyos fertőzésen esett át, talán skarlát lehetett, vagy agyhártyagyulladás. Minden esetre nem csak megsiketült, hanem meg is vakult. Helen Keller arról nevezetes, hogy ő volt az első amerikai állampolgár, aki siketen és vakon főiskolai diplomát szerzett. Mai értelemben azt mondanánk, hogy egy média személyiség volt, hiszen nagyon jó barátságot ápolt számos amerikai elnökkel, rendszeresen publikált, számos könyvet írt, és 25 éves korában, amikor 1905-ben a Életem története című könyvét publikálta, akkor abban két nagyon fontos mondatot tett közzé, ezt szeretném önöknek idézni. Az egyik így szól, hogy épp annyira vagyok süket, mint amennyire vak, a süketség a nagyobb szerencsétlenség, a másik mondat pedig így szól, a vakság elválaszt a tárgyaktól, a süketség elkülönít az emberektől. Beethovent nem kell bemutatnom önöknek, azt hiszem, hogy valamennyien egyetértettünk abba, hogy a valahelyért egyik legzseniálisabb zeneszerző volt. Egy ilyen embernek valóban egy óriási nagy csapás volt az, hogy siketen halt meg, és a halláscsökkenés már 30 éves kora után elkezdte őt gyötörni, és ez a progresszív halláscsökkenés több mint 20 évig tartott nála. Ahhoz, hogy Beethoven muzsikáját élvezhessük, egy bizonyos szinten tudnunk kell azt, hogy vajon hogyan is hallunk. Tudnunk kell azt, hogy a fül talán a legérzékenyebb és a leggyorsabb érzékszervünk. Ezt bizonyítandó, el kell, hogy mondjam önöknek, hogy a fül képes arra, hogy egy másodperc alatt 1000 különböző impulzust különböztessen meg. Az a legkisebb hangnyomás, amely a belső fülben egy olyan mértékű folyadék mozgást hoz létre, ami hallás érzetben nyilvánul meg, nem nagyobb, mint egy vízmolekulának az átmérője, azaz körülbelül 10^-10 méter. A hangrezgések a hallójáraton keresztül jutnak be a dobhártya térségéhez, megrezegtetik a dobhártyát, és a dobhártyához kapcsolódik a legkülső hallócsont, a kalapács, és a hang a kalapács üllő kengyel hármason keresztül, a hallócsontokon keresztül jut el a belső fül ablakához. A csiga egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy éti csiga, 2,3 csavarulattal van feltekeredve. Ha egy keresztmetszetet készítünk a csigáról, akkor azt láthatjuk, hogy van egy felső csigajárat, egy alsó csigajárat, és van egy középső csigajárat. A kengyel, a legbelső hallócsont a felső csigajáratba illeszkedik, és a rezgéseket a csiga csúcsa felé juttatja el, ott átfordul a folyadék, és az alsó csigajáratban ellenkező irányba halad. Közben a középső csigajárat alapján elhelyezkedő, úgynevezett alaphártyát, bazális membránt megrezegteti. Most ezt tényleg úgy kell elképzelni, ezt a folyadékmozgást, mint amikor a tengerparti fövenyen a víz kiszalad különböző távolságra. A csiga esetében a mély hangoknál a csiga csúcsáig jut el az a hullám, a magas hangoknál pedig a csiga elején lecsillapodik. Most akkor, amikor a hullámok a különböző magasságokban lecsillapodnak, akkor egy érdekes jelenség következik be. A csiga központi egységében, a kortiszervben, ahol három rétegben külső szőrsejtek, egy rétegben belső szőrsejtek helyezkednek el. Ezek a szőrsejtek elkezdenek mozogni, és hozzáérnek a felettük lévő membránhoz, amit úgy hívunk, hogy fedő membrán. Ennek a folyamatnak az lesz a következménye, hogy a szőrsejtek szőreinek az oldalán lévő kálium csatornák kinyílnak,
középső csigajáratban lévő magas káliumtartalmú folyadék beáramlik a sejtekbe, és a sejtek pozitív értelemben töltötté válnak. És ez az a folyamat, amit úgy hívunk, hogy elektromechanikus transzdukció, tehát ez az a pillanat, amikor a hangrezgés elektromos jellé alakul, és ez az elektromos jel fog aztán a hallóidegen keresztül eljutni a központi idegrendszerbe. Ezt a haladó hullám elméletet egyébként egy magyar fizikus írta le, Békési Györgynek hívták. Ő a budapesti postának volt a fizikusa, nem is orvos volt, és a főnökeitől azt a utasítást kapta, hogy próbálja meg tökéletesíteni a korszak mikrofonjait, a telefonban lévő mikrofonokat. Na most ez a munka olyan jól sikerült számára, mivel nekiállt tanulmányozni a fülnek a működését, és nagyon sokat hozzá is tett, hogy a végén a munkásságát Nobel-díjjal jutalmazták. Békési egy dolgot nem tudott. A haladó hullám elméletet felfedezte, ezért Nobel-díjat kapott, de azt már nem tudta, hogy vajon hogyan tudjuk megkülönböztetni a különböző frekvenciákat. Ez egy másik nagyon fontos tevékenység, ami a fülünknek egy nagyon fontos feladata. Azért nem tudta ezt ő megmondani, mert ő hullákból nyert csigákon kísérletezett, és a frekvencia feloldásnak a jelenségét ezeken ő nem tudta megmagyarázni. Most ahhoz, hogy Beethoven muzsikáját élvezni tudjuk, tudnunk kell azt is, hogy a különböző frekvenciákat hogyan különítjük el egymástól. Egyébként csak egy hangkavalkád lenne a muzsika mindannyiunk számára. Említettem önöknek ezt a bizonyos haladó hullámot, ami különböző frekvenciájú hangoknak különböző mértékig szalad el a csigába. Na most akkor, amikor ez a haladó hullám egy adott frekvenciára jellemzően valahol az alaphártyán lecsillapodik, egy nagyon érdekes jelenség következik be. Ez a jelenség pedig nem más, mint hogy az arra néhány frekvenciára jellemző szőrsejt, külső szőrsejt igen nagy frekvenciával elkezd rezegni. A hullám, akkor a haladó hullám felerősödik 1000-szeresére, és mint egy kis szervomotor 20.000 Hz-es frekvenciával elkezdenek ezek a szőrsejtek rezegni. Mielőtt a szőrsejtek rezgését megmutatnám önöknek, még egyszer foglaljuk tehát össze, hogy hogyan is hallunk. Tehát a hanghullámok azok a hallójáraton keresztül érkeznek el a dobhártyához, megrezegtetik a dobhártyát, a rezgés pedig a kalapács üllő kengyel hármason keresztül továbbítódik a belső fül ablakához, a fölső csigajárathoz. Ez a kengyel, ez pedig a fölső csigajáratnak a bejárata. Ha kiegyenesítjük egy csővé a kokleát, akkor látjuk, hogy három sorban külső szőrsejtek helyezkednek el benne, és egy sorban pedig belső szőrsejtek. Ezeknek a szőrsejteknek valóban kis szőrnyúlványaik vannak, és az egymás melletti szőrnyúlványok érintkezése a felettük lévő membránhoz megnyitja azokat a káliumcsatornákat, tehát ahol be tud áramlani a nagy koncentrációjú kálium a sejtekbe, és azokat pozitív töltésűvé teszi. Ahogy mondtam, a külső szőrsejteknek óriási jelentősége van a beszédértés szempontjából, és nézzék meg, hogy hogy mozognak ezek a szőrsejtek, amikor elkezdenek rezegni, és a frekvenciát elkezdik élesíteni. Ez egyetlen kiragadott szőrsejt, amit pipettával ki lehet venni a belső fülből. Nézzük meg azt a levelet, amit Beethoven írt 30 éves korában Wegeler professzornak, aki Bonnban volt sebész professzor, és nagyon jó barátságot ápoltak egymással. Ez a levél így szól. Az irigy démon szomorú tréfát üzött velem, ugyanis a hallásom 3 éve egyre rosszabb. Ez a nagyot hallásnak a nagyon sokat mondó leírása. De a fülem éjjel-nappal zúg, tehát fülzúgásban, tinnitusban is szenvedett. Az életemet nyomorúságosan élem, 2 év óta kerülök minden társaságot, mert nincs lehetőségem arra, hogy megmondjam az embereknek, hogy süket vagyok.
Ha más lenne a foglalkozásom, akkor könnyebben menne, de az én foglalkozásomban ez egy borzasztó állapot. A hangszerek és az énekhangok magas hangját nem hallom, tehát a magas hangokat elvesztette. Ha kissé hátrább vagyok, akkor a zenekar fúvósait sem hallom. Néha hallom a halkszónokot is, de nem értem a szavait, tehát beszédértési zavarban is szenvedett már 30 éves korában, és mégis amikor valaki kiabál, szinte kibírhatatlan számomra. Ez az úgynevezett recruitment jelenség, ami a hallás dinamikus tartományának a beszűkülését jelenti. Ezek a panaszok, tehát hogy beszédértési zavara volt, és recruitment jelenséget produkált, ezek a külső szőrsejteknek a károsodásával magyarázhatók. Külső szőrsejtek károsodása magyarázza ezeket a jellegzetes tüneteket. Ha külső szőrsejtek elhalnak egyre nagyobb mértékben, és már csak a belső szőrsejtekkel hallunk, akkor 50-70 decibellel a hallásküszöbünk romlik, és ez az a pillanat, amikor nem csak beszédértési zavarunk van, ez ennek a jellegzetes példája az, amikor valaki azt mondja, hogy hallok én, csak nem értek. Ha csak a belső szőrsejtekkel hallunk már, akkor előbb-utóbb azt tapasztalja a páciens, hogy a zenehallás is károsodik, a térben való tájékozódás is károsodik, és zajban sem hall. Zajban nagyon fontos, hogy jól halljunk, hiszen a mindennapi életünket nem steril körülmények között éljük. Egyébként, amikor a szőrsejtek elkezdenek károsodni, akkor ez a bizonyos hallás dinamikus tartomány beszűkülés is nagyon jellegzetes tünettel jár. Ezek a betegek a hangokat nem hallják, aztán amikor valaki hangosan beszél hozzájuk, akkor azt mondják, hogy ne kiabálj velem, nem vagyok én süket. Hát Beethoven ezeket a tüneteket nagyon jellegzetesen leírta, és egyértelműnek tűnik ebből a leírásból, hogy idegi halláscsökkenésben szenvedett, és szép lassan progrediálva ez az idegi halláscsökkenés egészen a siketségig terjedt. A fülpanaszok gyógyítása kapcsán azt szeretném előjáróban elmondani, hogy kétfajta halláscsökkenést ismerünk. Vannak a hangvezetési zavarok, és vannak az idegi típusú halláscsökkenések. A hangvezetési zavarokat évtizedek óta sikeresen meg tudjuk operálni. Persze vannak olyan betegek, akiknek a hangvezetési zavarát nem operáljuk, mert valamilyen súlyos betegségben szenvednek, ami az altatásukat nem teszi lehetővé. Ezeknél a betegeknél vannak alternatív megoldások, implantológiai megoldások. Az idegi halláscsökkenést nagyon hosszú ideig csak hallókészülékkel lehetett gyógyítani, és amikor én az egyetemet elvégeztem 3 évtizeddel ezelőtt, akkor a teljesen süketek kapcsán széttártuk a kezünket, és azt mondtuk, hogy nem lehet segíteni. Ma már a süketeknek vissza tudjuk adni a hallását csigába helyezett implantátummal, ami egy másfél-két évtizeddel ezelőtt még raritás volt, 3 évtizeddel ezelőtt szinte el se lehetett képzelni, és számos egyéb lehetőség áll már rendelkezésünkre, hogy a hallást megjavítsuk. Most ez az ábra megmutatja azt, hogy hol tudunk erősíteni a hallás javítás szempontjából. Tudunk erősíteni a hallójáraton keresztül, hogyha hallókészüléket alkalmazunk. Tudunk erősíteni a középfülön keresztül, a középfül ugye dobhártya mögötti dobókocka nagyságú térség. Itt akusztikus implantátumok alkalmazásával tudunk erősíteni. Ezek a középfül implantátumok, illetve a direkt akusztikus kokleáris implantátumok, azok, amelyek a belső fül folyadék terének a direkt ingerlésével erősítenek. Aztán rendelkezésünkre állnak úgynevezett elektromos implantátumok is. Ezek az implantátumok tudnak erősíteni a csigán keresztül. Ezek közül ugye a kokleáris implantátum a leginkább ismert és leginkább népszerű. De léteznek agytörzsi implantátumok is. Ha valamilyen oknál fogva például elcsontosodott a süketséget követően, mert például a süketséget agyhártyagyulladás okozta, ha elcsontosodott a csiga, akkor egy felsőbb hallópálya szakasz, egy agytörzsben futó agyideg mag ingerlésével tudjuk a hallást javítani. És léteznek végül a csontvezetéses implantátumok, ezek azok az implantátumok, amelyek megkerülik egy bypass révén a teljesen rossz állapotban lévő középfület, teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van a középfül, lehet akár roncs állapotban is a középfül, mivel a csont a hangot nagyon jól vezeti, ezért ezek a csontvezetéses implantátumok direkt a csonton keresztül
elvezetik az információt a csigába, csigával pedig eljut az információ a központi idegrendszerbe. Néhány szó a hallókészülékekről. Régóta használnak hallókészülékeket az emberek, ezek között vannak ósdi jellegűek, és manapság már eljutottunk oda, hogy a korszerű hallókészülékek azok olyanok, mint egy mikroszámítógépek. Nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek, a magyar társadalombiztosítás bizonyos százalékát fedezi a hallókészülékek költségeinek, de bizonyos százalékot a betegeknek kell kifizetni, ami így is a beteg számára 150, néha 200 ezres költséget jelent. Léteznek olyan hallókészülékek, amelyek teljesen behelyezhetők a hallójáratba, léteznek fülmögötti hallókészülékek, léteznek úgynevezett nyitott illesztési hallókészülékek. A jó dolog az, hogy manapság több mint 10 cég forgalmaz Magyarországon hallókészülékeket, és ha nagy a verseny, akkor az mindig árcsökkentő hatású, és ez a betegek számára természetesen egy jó hír. A hagyományos hallókészülék viselésnek azonban időnként vannak hátránya is. A hallókészülék látható, sokan ezt nem szeretik, kényelmetlen, sokan félreteszik előbb-utóbb. Megsérülhet, elveszhet, az élettartama természetesen korlátozott. Van, aki úgy érzi, hogy ez számára stigmát jelent és nem kéri, holott indokolt lenne. Van, akinek a kis apró csavarok forgatása, a beállítás nehézséget okoz. Nem vízálló. Van, akinek az illeszték allergiás reakciót okoz. És fölmerül a kérdés, hogy lehet-e vele sportolni, illetve éjszaka is lehet-e használni. Van, aki akusztikailag gyenge hangminőséget tapasztal meg, van, akinél a disztorzió vagy a rezonancia okoz problémát, vagy kevés a funkcionális nyeresség, amit elér vele. A két legnagyobb probléma azonban az úgynevezett okklúziós effektus, a másik pedig az akusztikus visszacsatolás. Az okklúziós effektus az azt jelenti, hogy a hallókészülék viselése során az illeszték lezárja a hallójáratot az egyik oldalon, a hallójárat másik végén ott van a dobhártya, és ebben a zárt térségben elsősorban az 500 Hz, tehát a mély frekvenciák felerősödnek, és ez nagyon zavaró tud lenni egyes betegek számára. Az akusztikus visszacsatolást biztos valamennyien megtapasztalták már, ha láttak hallókészülőkkel bíbelődő embert, hogyha nem jó a illesztéknek a betétele, akkor a kiszökő hangot a készülék mikrofonja felerősíti, csípol a hallókészülék. A magas frekvenciákon lejtő idegi halláscsökkenés esetén, amit mi úgy hívunk, hogy ilyen sípályaszerű hallógörbe, komoly rehabilitációs nehézségekkel kell időnként számolni, de a hallókészülékekkel párhuzamosan ma már rendelkezésünkre állnak aktív középfül implantátumok is. A két típusú eszköznek az indikációs köre nagy mértékben ugyanaz. Felmerül a kérdés, hogy miért jobb a direct drive középfül implantátum hangminősége hallókészülékekhez képest. Miért jobb ez az alternatív megoldás? Mert jobb a jelátvitel, potenciálisan hatásosabbak ezek a magas frekvenciájú hangok során, mérsékeltebb akusztikus feedbacket jelentenek, nincs illeszték probléma, nincs okklúziós effektus, nincs rezonancia a hallójáratban, mérsékeltebb vagy elhanyagolható a disztorzió érzése. A középfül implantátumoknak három nagy csoportját ismerjük. Vannak az elektromágneses típusúak, vannak a piezo elektromos típusúak, és vannak az elektromechanikus középfül implantátumok. Most nézzük először az elektromágneses típusú középfül implantátumokat. Ezekre a tipikus példa a Vibrant Soundbridge, vagyis a rezgő hanghíd nevezetű implantátum. Amikor elektromágneses középfül implantátumról beszélünk, akkor a vevő tekercs, amit mi az implantátummal együtt ugye beültetünk a beteg füle mögé a bőr alá, a vevőtekercs által generált mágneses mező következtében a hangszínnál a szinkron módon rezegni kezd a középfül valamelyik struktúrájához rögzített apró mágnes. Ez az a kis apró mágnes, ami rezegni kezd a hallócsonthoz illesztve. Amikor ezekről az eszközökről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni Alvar Wilska nevét, hiszen az aktív középfül implantátum kifejlesztésében az ő munkássága úttörő jelentőségű volt. Ő egy finn kollega, aki a 20-as évek végén volt medikus, a 30-as években a dobhártya rezgéseivel és az irányhallással foglalkozott,
Aztán a 40-es években már ő volt az élettan professzora Helsinkiben, és kevesen tudják róla, hogy az 50-es években ő volt az, aki a Molotov koktélt is kifejlesztette. És ha már az 50-es évekről van szó, akkor ezekkel a koktélokkal a pesti srácok komoly sikereket értek el, ugye 56-ban a szovjet tankok ellen. Élete második szakaszában a tudományos munkássága az elektronmikroszkópok felé fordult. De nézzék meg ezt a fantasztikus kísérletet, amit a 30-as évek elején végzett. Apró mágneseket tett a dobhártyájára, majd elektromágneses teret hozott létre a füle körül, és ebben az elektromágneses térben ezek az apró mágnesek elkezdtek rezegni a dobhártyán, így felerősítve a belső fülbe jutó rezgéseket. Ezt a munkát még ma is nagyon sokan idézik, és alapmunkának tartják. Ez az a bizonyos hazánkban is elérhető elektromágneses elven működő implantátum, a rezgő hangrid, a Wiss-Bibrand Soundbridge, amelynek van egy beszédprocesszora, ez az, ami mágnes segítségével a fül fölött mögött a bőrünk mellett helyezkedik el, és ez az implantátum, ami beültetésre kerül ugyanebben a magasságban a bőr alá, van egy vevőtekercse, és a végén pedig itt van ez a kis pici titán hordó, ami rezeg. Most nézzék meg, hogy ez konkrétan hogy működik. Megérkeznek a beszédprocesszorhoz a hangrezgések. Ez a beszédprocesszor átalakítja a hangrezgéseket elektromos jellé, és indukciós úton beküldi a vevőtekercshez. A vevőtekercsben a jelek tovább mennek, egészen a hallócsontokhoz rögzített kis pici mágneshez, és ezek a jelek mozgási energiává alakulnak, ez a mozgási energia pedig, ahogy látják, megrezegteti a hallócsontláncolatot és felerősíti a hangot. De azért szeretném megmutatni önöknek, hogy milyen dimenziókba operálnak a fülsebészek. Nézzék meg ezt a rezgő hangit híg Vibrant Soundbridge behelyezésről készített kis apró filmet. A fül mögötti területen a csontot megnyitjuk, és elérkezünk a labirintus közelébe ahhoz a térséghez, ami a hallójárat és az arcideg között van. Úgy jutunk be a dobüregbe, ahol a hallócsontok helyezkednek el, hogy a hallójárat és a arcideg közötti térséget meg kell nyitni. Na most, ha ezt a térséget megnézik, ezt a pontot és ezt a pontot, ez így a filmen nagynak látszik, de ez a valóságban 2 mm. Ezen a 2 mm-es távolságon kell megtalálni a sebésznek a hallócsontláncolatot, és a hallócsontláncolatra kell rögzíteni a rezgő hanghídnak ezt a kis pici titán hordóját. Tehát először egy úgynevezett dummy-val megnézzük, hogy befér-e a kis picike hordó a középfülbe a láncolat mellé, majd pedig ezt a picike kis titán hordót piszkák segítségével bejuttatjuk a középfülbe, és rászorítjuk a hallócsontláncolatra. Van olyan szituáció, amikor a kerekablakba, tehát az alsó csigajáratnak az ablakába helyezzük el az implantátumunkat, ezt a kis pici titán hordót. Az előbbi esetben, amit a filmen mutattam, az idegi halláscsökkenés gyógyítása során alkalmazzuk, ebben az esetben pedig a vezetéses vagy a kevert típusú halláscsökkenés esetén tudjuk alkalmazni. Hogy milyen dimenziókról van itt szó? Képzeljék el, ha ezt a kis titán hordót fölnagyítom egy vasúti kocsi nagyságára, akkor a vasúti kocsi kilengése 1 mm. Akkor milyen pici lehet ennek a titán hordónak a kilengése? Nem több, mint egy hajszál 1/500 része, mint egy hangyának a szívverése. A mozgása az évente 60 km, olyan sokat rezeg, és percenként a rezgés szám 120 ezer. A nagysága akkora, mint egy nagyobb bolháé. A másik nagy csoport a piezoelektromos középfül implantátumok. A piezoelektromosság elvén működő implantátumok eseteiben a feszültségkülönbség hatására a középfülben lévő egység deformációt szenved el, megmozgatva így a vele érintkező hallócsontokat. Ilyen implantátumra példa a teljesen implantálható Esteem implantátum. Ez az implantátum tehát teljesen láthatatlan, hiszen bekerül a bőr alá. Van egy beszédprocesszora, ami a bőr alatt helyezkedik el beültetve, és van egy driver egysége, ami kapcsolódik a
hallócsontok valamelyikéhez, és van egy második egység, egy vevőegység, ami a dobhártya mögött helyezkedik el. A hátrány ennek az eszköznek, hogy a középső hallócsontot ki kell venni, és a beszédprocesszornak a mikrofonjával számos probléma adódhat, ez még napjainkban sincs rendesen megoldva. Nem nagyon terjedt még el a nyugat-európai országokban, sem magas az ára, hogy nálunk el fog-e valaha ezt terjedni, ezt jelen pillanatban nem tudom megmondani. Itt van tehát még egyszer a szenzor, amit a dobhártya mögé helyezünk el, itt pedig a driver, ami valamelyik hallócsonthoz illeszkedik, és a teljesen beültetett beszédprocesszor. További hátrány egy ilyen eszköznél, hogyha teljesen beültetett, hogy 5-6 évente újra kell operálni a beteget, mert az áramforrás lemerül. És a harmadik nagy csoport az elektromechanikus implantátumok, amikor a hallócsont láncolatra direkt módon kerül átvitelre a mechanikus energia. Ilyen implantátum például egy másik típusú teljesen beültethető implantátum, a Karina, illetve a Kodax. Hát tessék megnézni ezeket a bonyolult fixatőröket, amikkel ezeket az implantátumokat rögzíteni kell, és az implantátumokhoz kapcsolódó aktuátoron keresztül a hallócsontokhoz érnek az aktuátorok, és akkor a implantológiai elven meghajtott kis apró fém végződések végül is mozgási energiát okozva hallás élményét okozzák. Számunkra ez a Kodax implantátum azért nagyon kedves, mert az első ilyen műtétet Pécsett végeztük el. Itt arról van szó, hogy a belső fül folyadék terén keresztül implantológiai elven erősítjük a hallást, és technikailag egy nagyon, hogy úgy mondjam, nehéz műtétről van szó, hiszen a fixatőr fölhelyezése után egy aktuátoron keresztül egy műhallócsontot helyezünk el a középfülben, és utána még a műhallócsontra egy protézist kell föltenni, aminek a vége a belső fülbe ér, tehát nagyon könnyen meg lehet süketíteni a beteget egy ilyen kényes műtétnél, és technikailag is komoly kihívás, ez egy 4-5 órás műtét, az első betegünk az szerencsére nagyon jól sikerült, egy teljesen izolálódott baráti körétől, családjától, teljesen izolálódott 60 körüli férfiről beszélek, aki azóta teljesen kinyílott és egy boldog nyugdíjas. Hogy működik ez a rendszer? Itt is van egy beszédprocesszor, ugye, ami fölfogja a hangot és digitális jellé alakítja, ez a beszédprocesszor. A jel a tekercsen át az implantátum felé továbbítódik, és az implantátum az analóg szignáljá alakítja át a jelet, és elküldi ehhez az aktuátorhoz. Az aktuátor végén van itt egy műhallócsont, és a műhallócsonthoz illesztett protézis stimulálja a belső fület. Egy nagyon erős stimulációról van szó. Ezt a műtétet az úgynevezett előrehaladott otoszklerotikus betegeknél lehet alkalmazni, amikor a vele született állapotnak megfelelően a belső fül csontos tokja egy olyan elváltozáson megy keresztül, aminek következtében fixálódik a legbelső hallócsont. Tessék megnézni, hogy milyen nagy funkcionális nyerességet lehet elérni ezzel az eszközzel. A mi betegünk 42%-át hallotta meg a kettő szótagú szavaknak, amikor 1 méterről 65 decibellel mondtuk ezt neki, és a műtét után pedig ez fölemelkedett 77%-ra. A funkcionális nyereség 48 decibel azt jelenti, hogy az implantáció előtti és az implantáció utáni hallásküszöb között 48 decibel volt a különbség, és ha megnézzük, hogy a maximálisan beállított hallókészülékkel mért halláshoz képest milyen a Kodax-szal mért hallás, akkor szinte a legtöbb frekvencián még egy 20 decibel tudtunk nyerni. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy meghallgattak.